Egy Debrecen-Nyíregyháza mérkőzésnek még akkor is van némi pikantériája, ha, mint jelen esetben, a Loki második csapata fogadja az ősi riválist. A pénteki házigazda eddig nem remekelt a bajnokságban, 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel 9 pontot szerezve a 15. helyen áll a Szalánci Tamás által irányított együttes. A Spari az Orosháza elleni 2-1-es sikerrel a tabella 3. helyre lépett fel, 1 pontra megközelítve az Éllovas Mezőkövesdet. Azért, hogy pénteken újabb 3 pont kerüljön a nyíregyházi a kosarába, Debrecenben is sokat tett a fiatal Hrabina Alex, aki legutóbb Balogh János kiállítása után a szünet előtt állt be a kapuba. Erre nem lehet felkészülni. Próbáltam ugye kimaradni fél időbe, és ugye a téglási mester még rúgdosott kapura, de ez még olyan, mint egy rendes bemelegítés. Úgyhogy ez már ilyenkor lutri. De hétközben elvégeztem a munkát, úgyhogy szerintem ez ilyenkor hétvégén mindig jön. A kiállított Balogh Jánost eltiltotta az MLS fegyelmi bizottsága, így a korosztályos válogatott kapus 5. felnőtt meccsére készülhet, természetesen rutinos társa segítségével. Jancsina, a bátyám kitekintek, és neki ez rossz, és tiszta vagyok, hogy ugye 17 éves vagyok. Jancsi, ameddig itt lesz, ő fog védeni, nekem mögötte tanulni, hogy majd, ha esetleg ő elmegy, vagy valami, akkor számításba tudjak leesni. De úgy érzem, bekerültem a kalapba, számíthat rám a csapat bármikor. Debrecenben nem lépett pályára Kovács Ádám sem, aki 5. sárgalapját gyűjtötte be az Orosháza ellen. A találkozót fokozott biztonsági kockázatúvá minősítette a rendőrség, így az Oláh Gábor utcai stadion ad otthont a pénteken 15 órakor kezdődő mérkőzésnek. A nyíregyházi szurkolók csak a helyszínen vásárolhatják meg belépőiket.